Medvetó, Szent Annató, Békásszoros, a Fogarasi Havasokban, ami fantasztikusan szép élmény volt. Saját romániai és erdélyi élményeiről beszélt Brun Györgyné, a Szekszári Tankerületi Központ szakmai igazgató helyettese, a 26. Körösi Csoma Sándor Kárpát-medencei földrajzverseny döntőjének megnyitóján Szekszárdon a Garay János Gimnáziumban. Az egyéni tanulmányi verseny döntőjébe kárpát-medencei magyar középiskolás tanulók jutottak tovább. A koronavírus kapcsán bevezetett rendkívüli óvintézkedések miatt azonban a szekszári döntő nemzetközi jellege idén elmaradt. A Magyarországgal határos országokból csak egy tanuló és felkészítő tanára érkezett, így a továbbjutók csak fele jelent meg a végső megmérettetésen. Az idei döntőbe jutó diákok Románia földrajzi, történelmi, kultúrtörténeti értékeiből készültek és mérték összetudásukat. Dudás Márk, budapesti végzős tanuló többek között úti könyvekből készült a versenyre. Ami nagyon hasznos mindig, minden évben, az, hogyha az ember úti könyveket néz elsősorban, ez most jelen esetben lehetett erdélyi és román egyaránt, mindkettőben hasznos információkra találtam, és ez kulturális szempontból, valamint tényleg földrajzilag is olyan dolgok vannak ezekben, amikből tényleg sokat meríthet az ember, és maga is rácsodálkozhat, hogy milyen érdekességek vannak itt. A magyarok őshazáját kereső világutazóról elnevezett verseny célja, hogy a magyarországi és a határon túli magyar diákok jobban megismerjék a Kárpát-medencét, illetve Európát. A hagyományos feladatsorok mellett interaktív, vetélkedő jellegűeket is beépítettek a feladatsorba. Ilyen például egy a szervezők által meghatározott útvonal idegenvezetői stílusban való bemutatása, mondta Huszárik Imre, igazgatóhelyettes. Előre megadunk 8 területet az országból, és a versenyző a döntőre való felkészülése során egy tetszőleges útvonalat kiválaszt egy létező valóságban, mondjuk például autóbusszal bejárható útvonalat választ ebből, és ezen képzeletben végigutazva elmondja az adott területnek a nevezetességeit. Az első helyezett 5 napos külföldi utazást nyer Erdélyben.